2015 és 2019 között évente több mint 73 millió abortuszt hajtottak végre. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik terhesség abortusszal végződik. A kimutatások szerint a legálisan és a nem legálisan végzett abortuszok fele-fele arányban oszlanak el. A kutatások azt mutatják, hogy az abortusz legalizálásának nem kell befolyásolni az abortusz tényleges arányát, de mindenképpen csökkentheti az ahhoz kapcsolódó halálozást. Németh Szilárd 2017-es kifejezését a mai napon felelevenítve, Kövér László azt mondta, a világ azoké, akik teleszülik. Egyelőre félretéve a kérdés, hogy valóban jogos cél a világ birtoklása, és a verseny a fölött, hogy kié legyen a világ, ahelyett, hogy osztoznánk a világban, és megpróbálnánk minél több ember helyett minél jobb társadalmakat csinálni, megjegyeznénk, hogy nekünk úgy tűnik, jelenleg azok tesznek úgy, mintha a világ az övék lenne, akik fel akarják szüleszteni azt a nőkkel, de ők maguk szülni nem tudnak. A nyilatkozatot szintén aláíró Lengyelország, mint tudjátok, ezzel egy időben gyakorlatilag betiltotta az abortuszt. Mostantól a magzat súlyos károsodása esetén sem lehet megszakítani a terhességet. Az elhalt és súlyosan károsult magzatok kihordatása és megszülesztése kegyetlen testi és lelki kínzás, semmi más célt nem szolgál. Lengyelországban a tilalom alól egyedül az jelent kivételt, ha a terhesség nemi erőszak következménye, képzeljük el, mekkora esély van ezt időben bebizonyítani egy nőgyűlölő rendszerben, vagy ha a nő életveszélyes állapotba kerül. Lengyelországban az évi 1000 legális abortusz mellett 100-120 ezer nő utazik külföldre a beavatkozás elvégzéséért. Azokról a nőkről, akik ezt nem engedhetik meg maguknak, és illegalitásban, életveszélyes körülmények között végeztetik el az abortuszt, mert igenis megteszik, a statisztikák hallgatnak. Lengyelországban is volt legális abortusz, 56 és 93 között. De azután, hogy a hatalom a kényszerszülesztés mellett döntött, nem telt sok időben a lakosság felét, közel 20 millió lányt és nőt megfosztani ettől a legalapvetőbb jogtól. Ha a nyilatkozatban írtakat komolyan vesszük, a magyar kormány is úgy tűnik szívesen megtenné ugyanezt. De jobb, ha észben tartják az urat. Itt vagyunk, kiállunk a lengyel nőtársainkért, és itt leszünk az utcán, amikor a mi életünket fenyegetik majd. Please.